Kertbarát. Köszöntöm a Kertbarát nézőit! Májusi adásunkban az aktualitások és az érdekességek mentén készültünk. Aktuális például a palántázás. Egy kistermelőnél a palánta nevelés és a palánta ültetés fortéjait lessük el. Aztán virágzik a városban szerte szét a gyermekláncfű, ebből pedig szörpöt is lehet készíteni, hogy hogyan, miként, ezt is megnézzük, valamint darázsgarázs, rovarhotel, ma nem a gyerekekhez szólunk, hanem környezetvédelem lesz a témánk, hozzuk az infókat róluk. A május végre már a tavasz szebbik arcát mutatta, a kertbarátok pedig lelkesen munkálkodtak a kiskertekben. Májusban már itt volt az idő, hogy szabad földbe is elültessük a palántákat. Akik nem vesződnek palántaneveléssel, ők általában piacokon, termelőknél vásárolnak. Pár dologra viszont érdemes odafigyelni. Mire figyeljünk? Elsősorban megbízható helyet kell keresni, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy jó minőségű legyen a palánta, és valójában azt a fajtát, amit keresünk, azt tudják nyújtani számunkra. Például itt egy zeller, most itt a kezemben megmutatom. Ez a zeller, tehát szép zöld legyen a levele, élénk zöld, és nagyon fontos az, hogy a gyökérzete is megfelelően fejlett állapotban legyen. Ezt mindenképpen célszerű ellenőrizni, hogyha nem ilyen fehér, illetve mutatok ilyen, ami nem ilyen, már így kezd kigyökeresedni, az valószínű, az nem lesz jó. Tehát itt nagyon-nagyon fontos a zellernél a gyökérzet megfelelő állapota, mert a begyökeresedésnél ez nagyon-nagyon sokat számít. A sikeres palánta vásárlás és a hazaszállítás után jöhet a kis palánta elültetése. Itt sem mindegy, hogy milyen földbe, vagy éppen milyen mélyre és sortávolságra ültetjük. Hogyha már így mutattam példának a zellert, ez azért érdekes, mert nagyon sokan elültetik körülbelül ilyen mélyen, és ez nem lesz jó, mert akkor nem fog megnőni a gumója. Tehát ez egy gumós zeller, amit azt kell tudni, hogy kizárólag a talaj szintje a tápkockának a felső részével kell, hogy megegyezzen, és akkor tud majd a gumó későbbiekbe fejlődni. Valamint még azt érdemes elmondani róla, hogy ezeket az alsó leveleket, amikor begyökeresedik, most én csak egy pár kicsit tudtam levenni, akkor ezek a célszerű levenni, hiszen a zellernek a gumója, amit gumónak neveznek, az nem más, mint a zellernek a szára. És így fog megvastagodni a szára, azaz így lesz neki gumója. Gábor a palántákat egy különleges, saját maga által előállított földkeverékbe ülteti. A titkot és az összetételt ugyan nem kötötte az orrunkra, de elárulta, hogy próbál minél ellenállóbb növényt nevelni, ami a fólia védett meleg közege után egy házi kertben is bátran megállja a helyét. Műsorunkban a komposztálásra már mi is többször felhívtuk a figyelmet. Forgatásunk helyszínén erre szintén odafigyelnek, a komposztkupacban pedig a szorgos giliszták munkáját is láthattuk. A zeller és a komposzt után áttérünk a legnépszerűbb zöldségekre. Talán a legtöbben paprika és paradicsom termesztésébe kezdenek. Paradicsom paprikáknál azért ott változó a tőtávolság meg a sortávolság. Hát 60x60 cm az a minimális, amire esetlegesen a legkisebb növekedésű paprikákat célszerű ültetni. Ami ilyen nagy növésű hibrid, ott inkább 1 méteres sor, és ilyen 40-50 cm-es tőtávolságot érdemes hagyni. Ugye fontos az, hogy a fény és a levegő egyenletesen átjárja a növényállományt. Ezzel mindenképp meg tudjuk akadályozni a gombabetegségek terjedését, és sokkal jobb minőségű termést tudunk elérni érésnél is. Tehát ez nagyon fontos. Még tapasztalt kertészek között is téma, hogy frissen istálót rágyázott földbe szabad-e palántát ültetni. Kíváncsiak voltunk a szakember véleményére és tapasztalataira. Nem szabad. Természetesen vannak kivételek itt is. Ugye paprika, paradicsom, zeller, uborka, ezek az általános zöldségnövények. A paradicsom, ő elviseli ezt a frissen trágyázott földet, tehát vele nem lesz probléma, ellenben a paprikánál ez nagyon nagy problémát okozhat, hiszen azt tudjuk, hogy a paprika az rendkívül sóérzékeny növény, ami azt jelenti, hogy a gyökerét perzseli, égeti, és akkor ez így nem fog begyökeresedni ez a növény.
Valamint annyit kell tudni a frissen trágyázott földről, hogy ott rendkívül mértékben felszaporodnak a talajlakó kártevők, ami ellen célszerű védekezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor bizonyos mértékű károkozás fog ott végbe menni a talajba, ebben biztos lehet a kertészkedő. Sok kertbarát fél attól, hogy a megvásárolt, majd dédelgetett palántáját megtámadja valamilyen kártevő vagy betegség. A védekezésre, az első jelekre is rákérdeztünk. Azt nem mondom, hogy növényvédelem nélkül lehet csinálni, főleg a napjainkban nagyon hektikus az időjárás, és ez kedvező a rovarkártevőktől elkezdve a gombabetegségeken át mindennek. Nagyon fontosnak tartjuk a preventív növényvédelmet, ami annyit jelent, hogy bizonyos kórokozók és károkozók megjelenése előtt célszerű a védekezést megkezdeni. Minden esetben, ami házi kerti felhasználású permetezőszer, az javasolt, és kérjük ki a gazdaboltba az eladó véleményét, hogy ő mit javasol, hányszor, milyen töménységben használja ezt a permetezőszert, és akkor azzal meg tudjuk előzni a betegségek kialakulását és a kártevők felszaporodását. Ha már védekezés, azt nem csak a kártevők, kórokozók ellen tehetjük meg, hanem a nap ellen is. Már májusban is nagyon magas volt az UV-sugárzás, ami a növényeket is károsíthatja. Mindenképpen, ugye a megváltozott klimatikus viszonyoknak köszönhetően sajnos nagyon gyakran előfordul, akár májusban is, hogy rendkívül erős az UVB-sugárzás, ami a növényeket feltétlenül károsítani fogja. És ez ellen kell egy raselhálós, hétköznapi nevén zöldhálós védekezést úgymond biztosítani a növényeink számára. Vagy félárnyékos helyre kell ültetni. Ha a palántát kiültettük, elláttuk megfelelő védelemmel, még nem vagyunk készen. Ahhoz, hogy életben maradjon és termést hozzon, a megfelelő mennyiségű és minőségű öntözésre is oda kell figyelnünk. Öntözés, ez egy jó témakör. Nos, az öntözésről azt tudom elmondani, hogy amennyi vizet kíván a növény, annyit kell öntözni. Nagyon-nagyon fontos aranyszabály, hogy soha nem a növénynek a lombozatára, hanem a talajra kell kijuttatni az öntözővizet. Az öntözővíznek a hőmérséklete lehetőség szerint 20-25 fok legyen, amit tartályból vagy egy hordóból tudunk kinyerni. A hideg kútvíz, hideg csapvíz az semmi esetre se jó öntözés céljára, tehát azt mindenképpen el kell kerülni. És még a tápoldatozásnál is ezt a 20-25 fokos vízhőmérsékleteket célszerű alkalmazni. Tápoldatozásnál nagyon fontos az, hogy lehetőleg melegebb periódusban végezzük a tápoldatozást, tehát a hideg időszak esetén nem célszerű, hiszen a növény nem fogja úgy hasznosítani a tápoldatot, és így kárba vészhet, valamint heti egy alkalommal célszerű a tápoldatozást elvégezni, és a növény fejlettségi állapotának vagy stádiumának megfelelően kell megválasztanunk azt, hogy a tápoldat milyen arányban tartalmazon nitrogén, foszfort vagy éppen káliumot. Itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy a paprikánál, paradicsomnál kalcium hiányos csúcsrothadás az gyakran felléphet. Ezt mindenképpen meg tudjuk előzni, és célszerű is megelőzni. Van egy készítmény, ami egy folyékony műtrágya, Calcidol néven vásárolható gazdaboltokba. Ezzel célszerű hetente egyszer meglocsolni a növényállományt, vagy lomtrágyaként is ki lehet juttatni. És itt is minden esetben vegyük figyelembe azt, ami a csomagoláson fel van tüntetve, hogy milyen töménységben, milyen tömény százalékba kell ezeket a tápoldatokat használni. A szabadföldi kertészkedés után pár tippet azért a fóliasátorban gazdálkodóknak is hozunk. Most elsősorban már ugye a hideg időszak megszűnt, illetve úgy néz ki, hogy vége lesz, hát remélhetőleg most már ténylegesen megjön a végérvényesen a jó idő. A fényviszonyokra kell odafigyelnünk, ugye egy ilyen kis légterű fólia sátor üvegház az nagyon gyorsan és könnyen felmelegszik, így a szellőztetést azt nagyon fontos, hogy megoldjuk, valamint én javaslom azt, hogy árnyékoljuk be ezt a fóliát. Tehát a paprika paradicsom növényeknek a fényoptimuma az úgy április közepén volt. Most már annyira hosszabbodnak a nappalok, és annyira erős a fény, hogy ez már inkább többletet jelent, amit célszerű csökkenteni, akár egy
szintén egy zöld hálós, ilyen Russell hálós árnyékolással, vagy akár a fólia külső felületének lefestésével ezt ki tudjuk eszközölni könnyedén. A tavasz érkeztével felé lett a gyep, benne pedig sok helyen megjelent a gyermekláncfű, másik nevén a pitypang. A sokak által üldözött növény több hasznot tartogat, mint azt gondolnánk. Szerintem egyáltalán nem gyomnövény, inkább gyógynövény. Én szörpöt készítek belőle, ahogy mindenki más is meg is tudja tenni, mert nagyon egyszerű. Illetve teának is tudjuk használni, mind a virágját, sőt salátába is. A levelét főként salátába. De teának is jó, az is úgy szintén, de teának leginkább a gyökerét használjuk, tehát szárítani kell és főzni. Tehát az nem forrázni kell, mert minden, ami levél, azt forrázunk teának, és egy negyed óra múlva leszűrjük, a gyökeret pedig főzzük egy kicsit, és utána szűrjük le. Teaként, salátaként egyértelműen megállja a helyét a gyermekláncfű, a szörpkészítésre viszont azonnal felkaptuk a fejünket. Áztatással készítem én legalábbis. Én a virágjait szedem le, csak a sárga részét. Tehát ki kell szedni abból a zöld kis kucsájából vagy tartójából. Jó, tehát úgy kell csipkedni, amikor szedjük. Tehát azért egy kicsit, hogyha nagyobb mennyiségben készít valaki, akkor egy kicsit hosszadalmasabb. De megéri, nekem nagyon ízlik. De áztatom vízben egy-két napig. És utána cukorral, én gyümölcscukrot használok, és felfőzöm, és forró üvegekbe rakom. És akkor ennyi a tartósítása igazából. Nézzük a lényeges mozzanatot újra, lassabban, közelebbről. Séta közben is akár, ha rákívánunk, akkor fogyaszthatjuk. Nagyon finom, ízletes, mind a legtöbb világ. Akik otthoni pitypang szörp készítésébe kezdenének, ügyeljenek rá, hogy honnan szedik hozzá a növényt, de természetesen a begyűjtendő mennyiség sem mindegy. Nyilván, hogyha valaki csak otthon főzi magának, csak azt mondom, hogy egy 10 üvegnyit, hogyha készít belőle, én szerintem a virágjából egy olyan 20 deka. Tehát, hogyha így dekára lehet mérni, de igazából nem lehet elrontani, tehát minél többet szedjünk belőle szerintem, áztassuk. És hát ha van otthonunkban, elég sok helyen van, bár nekem tetszik, én szeretem, hogy van, nagyon szép sárga mutat a fűben, de ne út mellett, annyi a lényeg, tehát hogy ne forgalmas út mellett, mert ott porosodhat, meg minden egyéb, úgyhogy ennyi. A tapasztaltabb kertbarátok és gyep hobbisták tudhatják, hogy a pitypang kétszer virágzik, egyszer tavasszal és egyszer nyár közepén. Érdeklődésünk a két ciklus közötti hasonlóságra irányult. Szerintem ugyanaz, de valahol meg mégis. Én a rózsával is ugyanígy vagyok, mint a pitypang, és hogy a legelső, én az első virágzását szeretem. Tehát, hogy valahogy szerintem ízletesebb. Tehát valamiért én ilyenkor gyűjtöm. Tehát nyáron nem is szoktam belőle főzni, ugyanígy a rózsaszirommal is. Én abból. De ugyanúgy lehet a másodikból is természetesen. A különlegesség után térjünk át a jobban elterjedt, hagyományosabb ízekre. A kiskertekben, ösvényeken már virágzik a bodza, sokunknak gyermekkorunk nyarainak ízvilágát eleveníti fel. Szinte minden virágból tudunk szerintem készíteni, főleg ami ehető virág, bár szerintem nagyon, szinte majdnem az összes. Bodzából is tudunk, hasonló a technológia a virágoknál, tehát ezt is gyűjtjük, természetesen ezt is valahol erdőkben, tehát nem forgalmas utak mentén, otthonunkban akár. És ugyanez, tehát én őt is citrommal egy kicsit ízesítem, mert a bodza, ha nem rakunk bele citromot, szerintem nem is jön ki úgy a bodza íz. Tehát érdekes, hogy citrom nélkül nem. Én úgy figyeltem meg, és akkor ugyanez, mint a pitypangnál. A 10 liter szörp készítéséhez úgy körülbelül 100 fej bodzát ajánlok, de ez csak egy ilyen körülbeli adat. A tavaszban sokunknak az akácvirágzás a kedvencünk. A tavaszi, koranyári estéket belengő akácvirág illat szinte kikapcsolja, ellazítja az embert. A virágzat intenzív illatélménye mellett többféle felhasználási módot is ajánlhatunk. Tavaly elég nehezen szedtem, szerintem létrával kellene nem szedni, elég jól elfogytak.
a virágok idén se lesz szerintem sokkal jobb ezen a vidéken. Nem lesznek habzófák. Én gyerekkoromban még ettem is a virágot. Ízletes és nagyon finom szörp készül ebből is. A hasonló technológiával, mint a pitypang és a bodza. A természet kincsestára szinte kimeríthetetlen, az eddig emlegetett pitypang, bodza, akác mellett a gyógynövényekhez is bátran nyúlhatunk. Mi készítek szörpöket levendulából, illetve kakukkfőből is, rozmarinból is. Hát igazából én fűszerekből elég sok, fűszerekből és virágokból készítek túlnyomó részt szörpöket. A virágoknál mind hasonló technológia, mind a pitypang, illetve a bodza is az elkészítése. Ezek a saját kertemben vannak, ott születelem őket, ha lehet így mondani, hogy születelem. Mindenkinek ajánlani tudom. Én őket is gyümölcscukorral készítem, mint mindegyiket, illetve a lekvárokat is gyümölcscukorral készítem. És van még olyan lekvárom is, amiben nagyon cukor nincs is, ő a lilahagyma lekvár. Ő is ő itt a kertben terem, és nagyon ízletes. Húsok mellé tudom ajánlani, megkenni vele utána. Tehát egy kicsit ilyen édeskés íze van, egy nagyon pici hozzáadott nátszukrot tartalmazom, úgy maga a hagymának, ahogy meg van dinsztelve, lesz egy ilyen édeskés íze. De aki mondjuk nem eszik húst, mint jelen esetben akár én is, tehát sajtok mellé, vagy bármi, én simán pirítósra kenve is nagyon szeretem. Napjainkban kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, az élővilág és a méhek védelme. Ennek érdekében pedig pár lépést otthonunkban is megtehetünk. Elsőként a darázsgarázs vagy a rovarhotel építését és ennek fontosságát mutatjuk be. A rovarhotel újabban egy nagyon divatos szó. Kertbarátok, illetve kertészkedő kerten rendelkezők, de nagyon sokan az erkélyen, balkonon is használják. Ugye az internet hatalmas teret adott neki, de ugye ennek a fontossága sajnos abban rejlik, hogy nagyon kevés a beporzó rovar. Értem alatta a vadon élő rovarokat, értem alatta a házi méheket, amelynek az elmúlt időszakban nagyon megcsapant a számuk. Ugye hozzátartozik főleg az idei évben az, hogy az időjárás sem kedvez igazából, cseresznyem egy virágzása az idén gyönyörű volt, de hűvös, szeles idő volt, nem tudtak a rovarok járni, nagyon kevés a megtermékenyülés. Tehát igazából ugye a legfontosabb dolog, amit ők a kertészkedők számára tesznek, vagy az emberiség számára gyakorlatilag az, hogy a gyümölcstermő növényeink jó részét ők porozzák, szükség van rájuk. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk tartani, vagy egyáltalán vissza tudjuk csábítani a kertbe, szükség van olyan eszközökre, vagy olyan kis épületekre, építményekre, ahol ők gyakorlatilag lakni tudnak. Ugye innét jött ez a rovar hotel, költözön a kertünkbe a kis rovar, és lakjon a hotelbe, de ezt hívják darázsgarázsnak is igazából. A lényeg az, hogy valamilyen eszközt, különböző anyagokkal, amit ugye most majd be is fogunk mutatni, hogy mik azok az anyagok, amikből föl tudjuk számukra kedvező építményt mondhatni, vagy lakást, vagyis igazából búvóhelyet tudunk számukra biztosítani a kert megfelelő részében. Ugye most ezt szeretnénk megmutatni, hogy milyen egyszerű anyagokból tudunk számukra lakóhelyet készíteni. A rovarhotel építés egy jó családi program lehet, amiben játékosan a gyerekeket is bevonhatjuk. Összeállításához jó kézügyesség és pár otthon amúgy is megtalálható tárgy szükséges csak. Ugye olyan egyszerű anyagokra van szükségünk, ami a legtöbb háztartásban megtalálható. Ezekből nagyon egyszerűen tudunk búvóhelyet készíteni, mint például olyan, hogy tojástálca, szalma, aki hörcsögöt vagy tengeri malacot tart. Aztán tudunk olyanból készíteni, hogy műanyag játékok, amik ilyen csőszerűek például, amit a gyerek megunt, vagy szívószál. Ez mind-mind alkalmas arra, de gyakorlatilag összegyűrt, összehajtott papír zacskó, vagy műanyag zacskó is alkalmas arra, hogy ezeknek a rovaroknak egy megfelelő búvóhelyet készítsünk. Hát most mi azért egy picit a természetes anyagok irányába szeretnénk elmenni. Én most azt akarom megmutatni. Igazából nálunk a kertben már körülbelül 7 éve megvan ez a rovarhotel, ami most már felújításra érett. Ezt szétszedtük, és ennek az összeépítését fogjuk megmutatni. Ami még nagyon fontos, hogy érdemes mindenképpen csövecskék vagy szálacskák nátszál, bambuszszálba gondolkodni, de hát akár ezt egy sétánk alkalmával be tudjuk szerezni, mert ezek a csőszerű otthonok mondhatni,
a legtöbb darázsfélének a kedvenc helye, hiszen be ugye bele tud menni, beleteszi a tojásait, és nagyon sok esetben az látszik, hogy például amikor beleköltözött, vagy belerakta a tojásait, akkor utána ezeket a nyílásokat lezárja. Tehát akár még ezt szemmel is lehet követni. Amikor például egy farönköt megfúrunk megfelelő méretű lyukakkal, és ezeket a lyukacskákat, amint elkezdik ők használni, látszik, hogy van bel lakó, mert a külsejét az ajtó zárva van, tehát betapasztják. Tehát ezt észre is lehet venni, hogy a hotelünket milyen mennyiségben, vagy egyáltalán használják el rovarok. A kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az apró búvóhelyektől a nagyobb otthonokig egy széles skálát biztosítsunk a rovaroknak. A farönkbe akár különböző nagyságú lyukakat is fúrhatunk. Igazából azért fontos, hogy a különböző rovarokat szeretnénk, főleg ez egy nagyon méretű darázsgarázs vagy rovarhotel, hogy többféle rovart is szeretnénk egy helyen megtudni. Vannak, akik azt mondják, hogy általában a rovarok nem szeretnek egymáshoz közel fészkelni. Én azt láttam az elmúlt időszakban, hogy azért ez nem igaz. Tehát itt ez egy nagyon méretű rovarhotel esetében egész jól megférnek a fürkész darazsak egymás mellett, a fülbemász megfér mellettük. Tehát igazából mindegyik megkeresi a számára ideális lakóhelyet, ki a szalmát, ki a tobozt, ki a tojástálcát. Akik építkeznek, tudják, hogy a tájolás fontos kérdés. Ugyanígy van ez a rovarhotel esetében is. Főleg, hogyha kertbe tesszük ki, mert pedig itt is ugye egy gyümölcsösbe fog kikerülni, lehetőleg olyan helyet válasszunk neki, ami egy picit szélcsendes, védett, és ami ugye a legfontosabb egy kertnél, ahol azért növényvédőszereket használunk, hogy ezeket mindenképpen olyan helyre építsük föl, ahol ezekkel nem fog találkozni. Tehát amikor én a gyümölcsösben a növényvédelmi munkát, főleg a rovarírtó elhítást végzem, vagy rovarölőszert juttatok ki, ezt mindenképpen el kell kerülnöm, hogy tájusson. Tehát azért én nem azért költöztetem oda őket, hogy utána meg persze akár direkt vagy akár indirekt módon elpusztítsam, tehát erre azért érdemes odafigyelni. Tehát mindenképpen valami védett sarokba. De aki például nem kertbe teszi ki, hanem egy balkonra egyéb, ott is az a szempont, hogy egy picit egy védettebb sarokba tegye ezt bele. Ennyi fért havi magazinunkba. Ha bármelyik részt újra nézné, megteheti a Győr Plusz TV YouTube csatornáján, vagy éppen a Kertbarát magazin Facebook oldalán. Eredményes kertészkedést és ízletes lecsókat kívánunk a nyárra. Viszontlátásra! A műsort a Győrkert Parképítő Kft. Támogatta.